Legújabb állatmagazinunkban ezúttal a kutyák neveléséről, annak egyes szakaszairól és a betanítható parancsokról beszélgetünk a kutyaiskola vezetőivel, Mihály Fi Jánossal. Ezután a házi kedvencként is egyre népszerűbb varánoszokról lesz szó. Végül az állatoknál is jelentkező cukorbetegséggel foglalkozunk. A tünetekről és a kezelési lehetőségekről dr. Táras László állatorvostól kaphatunk tájékoztatást. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Bai Televízió állatmagazinját látják. Mihály Fi Jánossal, a kutyaiskola vezetőivel beszélgetünk arról, hogy hogyan is nevelhetjük a házi kedvenceinket, hiszen korábban az előző adás alkalmával már arról beszéltünk, hogy hogyan is választhatjuk ki. Most pedig tovább lépünk. Mik az első lépések? Ugye magunkhoz veszünk egy kutyust, mi az, amire megtaníthatjuk, vagy milyen idős kortól érdemes elkezdeni komolyabban foglalkozni velük? Hát a kutyáknak a nevelését azt onnantól kezdve, hogy hazavittük őket 2 hónaposan, erre lelkiismeretes tenyésztő nem adja oda elő, onnantól kezdve a kutyát nevelni kell. Ez először is, ugye, tehát mire hazavisszük, a kutyának legyen meg a helye. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy helye legyen a kutyának, és azt be is tartjuk vele. És azt az első pillanattól kezdve tudatosítjuk, hogy az a te helyed, mondjuk is neki helyed, és megyünk oda egy kis jutalomfalattal, hozzászoktatjuk. Utána természetesen az étkezéseknél is. Először lehajulunk a kis táljával, fölemeljük, ő le fog ülni magától, nem kell mondani, hogy ül, le fog ülni, mert nézi a táját, odaadjuk, megdicsérjük, és ezt folyamatosan fölépítjük. 2 hónapos korában egy nagyon-nagyon vékony kis nyakörvet rárakunk, még nem rakunk pórázt, de hogy szokja a nyakörvet. Utána a saját udvarába rárakjuk a pórázt, és nem húzzuk a kutyát, tehát ez nem úgy működik a pórázhoz szoktatás, hogy vontatjuk. Nem, ott is jutalomfalat, rajta van a póráz, megyünk az udvarba. És az első 1 hónap ez tulajdonképpen azzal kell, hogy elteljen, hogy otthon az saját udvarába megszoktatjuk a kutyának a nevét, a helyét, és hozzászoktatjuk pórázhoz. Mert ugye 3 hónapos korig azt mondjuk, hogy ne vigyék a kutyát ki utcára, mert ugye 12 hetesen kapja meg a 3. kötelező oltását a kutya, és akkor lesz tulajdonképpen teljesen védett, és akkor onnantól mondják azt az állatorvosok, hogy lehet a kutyát közösségbe vinni, nem éri úgy fertőzés. Mert ugye tudni kell, hogy 6 hetes korban el vannak választva, ugye az anya tej addig védi őket, 6 hetesen az első oltás, 8 hetes második, és akkor utána megkapják 12 hetesen a 3. oltást, és onnantól kezdve lehet vinni közösségbe. Ugye a közösségbe rögtön, tehát ahogy ez lejár, el kell hozni. Általában mi javasoljuk, hogy a kutyahovi kutyaiskola. Le lehet hozni, itt találkozik idegen kutyákkal. Itt nem is az az első dolog, hogy a kutya megtanul ülni, feküdni. Természetesen azt is elkezdjük vele, hanem elkezd játszani több kutyával. Szocializálódik. Ugye egy kutyaiskolában több ember van. Lent vannak az emberek, oda megy idegen emberhez, nem fél tőle, nem bántják, szocializálódik a kutya. Szocializálódik a játékba. Szocializálódik abból, hogy beáll egy csoportba, ahol dolgoznak, látja, hogy a többi kutya, hogy dolgozik, figyel. Teljesen játékosan ugye jutalomfalattal, ugye amit én most be is mutatok, ugye egy ilyen tökéletes, ilyen virsli kockák, tehát nem kell itt nagy, drága, nevezetes jutalomfalatokat megvenni, mert az száraz. Hát a virslinek jó az illata, a kutya azt gyorsan le tudja nyelni, és folyamatosan jutalmazzuk. A másik, amit még mutatnék, ugye ezt például 2 hónapos kortól kezdve lehet használni, ez az úgynevezett klikker. Hozzám! Jó, itt van 2 fiatal, 15 hónapos kutya, rajtuk be is mutatnánk 1-2 dolgot. Hozzám! Ide mind a 2! Ül! Ül! Tehát abban a pillanatban ugye megkapta jutalmat is, és a Igor ül. A klikkert összekötjük. Feküdj!
klikker hangját összekötjük a jutalmazással. Tehát ez egy nagyon jó dolog, de ezt úgy szokták elkezdeni, hogy otthon, steril körülmények között a kutya kapja a hangot, kapja a jutalmat. Ez a pavlovi reflexre épülő kiképzési mód, ugye hang, jutalom. Ezt a későbbiekbe összekötjük ugye a vezényszavakkal, ugye ami az ül. Tehát először mindig ültetni tanítjuk meg a kutyát, mert minden gyakorlat ültetésből indul. Akár a láb mellett követés, akár a fektetés, ez mind abból minden gyakorlat. Tehát azt kell a kutyának először tudni, hogy ül. Onnantól kezdve megtanítjuk a fektetést. Az egyébként igaz, hogy amikor kiadunk egy parancsot, utána kell egy feloldó parancs is, hogy tudja azt, hogy utána azt csinál, amit akar, tehát most már nem nincs olyan kötöttsége, mint amit mi kiadtuk. Hát, ha amikor kiképzést már komolyabban csináljuk, akkor igen. Tehát most azért ők elmentek játszani maguktól, tehát nem mondtuk, hogy menjenek el. De ha én például helybemaradásra kirakom a kutyát, tehát ki van fektetve helybemaradásra, akkor azt a kutya csak abban az esetben, ha én oda mellé állok, azt mondom neki, hogy ül, megdicsérem érte és elengedem játszani. Tehát akkor föloldottam a kutyát. Hát akkor mehet. De ez a föloldás, ez mindig egy játékkal vagy egy jutalommal kell, hogy legyen. Tehát úgy lehet a munkát befejezni, hogy játszok vele, megjutalmazom, fogom a labdát, eldobom, visszahozza, játszok vele. Fontos az, hogy tudja azt, hogy ki a falka vezér, és akkor annak a parancsait tudja követni. És mi van akkor, hogyha esetleg többen szeretnénk otthon tanítani, tehát például családban többen is szeretnék azt, hogy mindannyiuknak engedelmeskedjen a kutyus, akkor hogy lehet őt rávenni arra, hogy ne csak egy ember legyen az, akinek a parancsára ő ad? Hát először is ugye a kutyát egy embernek meg kell tanítani. Meg kell tanítani a kutyát a vezényszavakra, meg kell tanítani a családtagokat arra, hogy használják a vezényszavakat, szót fog fogadni, tehát nálunk is azért mindenkinek szót fogad a kutya, de azért egyet tudomásukba venni, hogy a kutya az egy gazdás. Tehát szót fog fogadni mindenkinek a családba, de lesz valaki, aki a fő kiképzést a kutyával végrehajtotta, csinálta, akinek a kutya mindig is jobban fog szót fogadni, jobban fog hozzá kötődni. Itt azért a falka vezérségre térjünk vissza. Ez most egy nem is elég régóta egy nagyon vitatott kérdés, tehát nem igazán helyes ez a falka vezér megnevezés. Tehát inkább ugye a kutyának van egy alá-fölé rendelt szerep, inkább társ, akit úgy fogad el a kutya, és azért nekünk tudni kell a kutyát irányítani, de a falkavezérség azért nem jó, mert abban a pillanatban, ha mi lennénk a falkavezérek, a falkavezérnek a feladata az, hogy ugye ellássa élelemmel, ezt ugye az ember megteszi, és hogy megvédje a kutyát, na most ez viszont pont fordítva működik, vagy hát nagyon nagy baj van ott egy olyan kutyával, amit az embernek kell megvédeni, sőt, az nem is jó. Tehát ott, amikor már ez így beépül, hogy az ember ennyire dominánsan szeretné, akkor tényleg fölcserélődnek azok a szerepek, és lesznek félős kutyák. Ugye jön az utcán két kis kutya, az ember megvédi, mert fölkapja, megerősít egy olyan dolgot, és onnantól kezdve mindig az embertől fogja a konfliktus helyzetnek a megoldását várni a kutya. Minden nap a kutyát ki kell vinni az utcára, sétálni. Hogy ott is minden idegen tárgyat, kukától kezdve minden. Ott is ugye nem úgy fog működni, természetesen kis fiatal kutya. Meglát egy kukát, lehet, hogy félni fog tőle. Mi a jó módszer? Az nem jó módszer, hogy elhúzzuk onnan, hogy nem. Az se jó, hogyha oda rángatjuk. Megállunk, lazára engedjük a pórázt, a kutya elkezd érdeklődni az a tárgy fel, amit ő megijedt egyszer-kétszer hátrá. Amikor egy picikét megy előre, akkor megdicsérjük, és szépen a kutya oda fog menni, saját magától megszagolja, és onnantól kezdve megtanulja, hogy ettől nem kell félni. Ez az úgynevezett habitációs tanulás, ami nélkül a kutya nem létezhet. Mert ez az a bizonyos úgynevezett megszokásos tanulás, ezzel szokja meg a kutya a hangokat, az örejeket, az autót, a buszt, a biciklist, és hogyha ez a tanulási mód nem lenne, akkor a kutya meghűlne, mert egyszerűen nem tudná a forgalmat elviselni, meg semmit nem tudná elviselni.
Vannak olyan típusok a kutyusok esetében, amikor sétáltatjuk őket, és leragadnak egy-egy pontnál, hosszabb ideig elidőznek. Mit tehetünk, hogy ne legyen ez a hosszas séta, vagy hogyan rövidíthetünk a sétán, hogy ő ne ragadjon le minden idegen szagnál, hanem egy picit azért úgy lehessen vele haladni? Hát ugye ez egy olyan kérdés, hogy mit hagyunk neki. Tehát ez is ugye, kiengedjük hosszú órázra a kutyát, a kutya szaglászik, nem akar jönni, persze, hogy nem akar jönni, hát ilyenkor kell azt a bizonyos kis kényszert alkalmazni, és hát egy picit pórázrántással megindítjuk a kutyát. Kedvelt még az a parancsszó is, hogy pacsit. Ezt hogy lehet betanítani legegyszerűbben? Hát a pacsi adás, ugye, az meg, ugye leül a kutya, leültetjük, oda megyünk elé, tartjuk a kezünket, kutya belerakja, mert belerakja, adunk neki egy jutalomfalatot, akár klikkerre, akár nem, utána másodszor megcsinálja ugyanígy, harmadszor ugyanígy, negyedszer mondjuk neki pacsit, oda tartjuk a tenyerünket és befogja. Tehát ez egy nagyon könnyű trükk. Én megmondom, egy kutyám. Van, akinek könnyen működik, nálunk például otthon nem. Én megmondom őszintén, én egy kutyámnak nem tanítottam meg, tehát én a munka részét sokkal többre becsülöm. Ugyanígy a kutyát meg lehet tanítani köszönni. Nekem a felnőtt kutyám azt tud köszönni, tehát ez a kutya is majd fog tudni köszönni, amikor már arra kerül a sor, hogy olyan gyakorlatot kell vele végezzek. A köszönést is ezt jutalomfalattal tanítjuk, ott egy gátat építünk a kutyába föl. És akár a labdával, akár jutalomfalattal. Tehát látja, hogy itt a kezemben a jutalomfalat, ő le van ültetve. Látja, néz rám, és nem kapja, és nem kapja, és nem kapja. Én mondom neki, hogy hangot, mutatom hangot. Az lesz előbb-utóbb, olyan gát jön a kutyába, hogy fog egyet ugatni. Abban a pillanatban a kutyának oda kell adni a jutalmat, legyen labda vagy bármi. Utána előveszek egy másik jutalmat, mondom neki hangot, már mindig sokkal gyorsabban. Utána a hangot helyettek, amikor már tudja azt, hogy mutatom és ugatni kell, akkor elkezdem azt, hogy köszön. És akkor ezt gyakorlom vele. És akkor a kutyával először rögtön az első ugatásra adok. Utána, amikor már arra, hogy köszön, ugat egyet, akkor mondom neki, hogy köszön, egyet ugat, mondom köszön, és így föl lehet vinni, és 20-30-at is ugat a kutya, ha azt mondom neki, hogy köszön, addig, amíg nem kapja meg érte a jutalmat. Tehát ilyen trükköket meg lehet ugye tanítani arra, hogy forogjon, azt a klikkerre nagyon jó, van vezetőpálcát, hogy szépen lehet vezetni a kutyát. Ezek trükkök, ezeket is lehet gyakorolni, de az alapja a kutya kiképzésnek az a fegyelmező. Amit ugye akár társasági kutyáról, akár hobbi kutyáról legyen szó. A munkakutyáknál ott pedig három fázis van. Van a nyomkövetés, van az engedelmes, és van az őrzővédő. Ez a munkakutyáknak a három fázisú vizsgája, illetve ebbe a három fázisba van verseny. A nyomkövetést én azt mondom, hogy azt 4-5 hónapos korba el lehet kezdeni a kutyákkal. Rövid nyommal, megerősített jutalommal, és ezt folyamatosan lehet növelni, folyamatosan lehet variálni a jutalomok számát, töréseket. Egy 5 hónapos korban egy könnyű talajon elkezdi az ember, egy éves korra az a kutya egyes vizsgaszinten tökéletesen tud nyomkövetni. Az engedelmest azt pedig ugye elkezdjük 3 hónapos korba, megtanítjuk az alapokat, fölépítjük a kutyát, a kutya tulajdonképpen fog tudni már menni láb mellett póráz nélkül, ülni, feküdni, helybe marad, behívást megcsinálja, az akadályt megcsinálja, aportozik, és akkor egy éves kortól a kutyát le lehet tisztázni. Amikor olyan szintű munkát, akkor már olyan szintű munkát végzünk vele, ami speciális célirányú. Egy éves kortól. Hobbi kutyás, én azt mondom, hogy ha elviszi egy vizsgaszintig, még ha nem is egy IPO 1-ig, hanem csak egy engedelmes vizsgaszintig, mert ugye az IPO 1-ben ott benne van a nyomkövetés. És általában az embereknek a legnagyobb gondja és problémája a nyomkövetéssel szokott lenni, hisz oda minden nap ki kell vinni a kutyát.
engedelmes részéből, abból le tudnak vizsgázni. Van az engedelmesnek is három, tehát engedelmes 1, 2, 3. Ugye az engedelmes 1-be ott az van, hogy a kutya pórázon, lazapórázon, illetve szabadon követésben megcsinálja a menetgyakorlatot, fordulatokat, van egy menet közbeni ültetés, menet közbeni fektetés behívással, illetve egy kifektetés zavaró körülmények között. Ezt megcsinálja a kutya, és van neki egy BH1-es, tehát engedelmes 1-es vizsgája, ami a nyugati országokban közepes testű kutyától kötelező. Erről egyébként mindenki kap egy elismervényt, hogy a kutyájának megvan. Ausztria, Németország, Franciaország, tehát ott hordani kell, ott van a kutyának egy személyigazolványa, és a 18 hónapos kortól a közepes testű kutyáknak, én kimegyek, ott megállít a rendőr és kérheti, hogy van-e a kutyának engedelmes vizsgája. Az őrzővédő munkát is 3 hónapos korban a munkakutyákkal el szoktuk kezdeni, először rongyal teljesen játékosan, és utána építjük fölfele a kutyát. Most az őrzővédő munkáról azért tudni kell, hogy ez nem a kutyavadításáról szól. Most ugye az állatvédők azok elkezdték ezt az őrzővédő munkát eléggé, hogy itt vadítva vannak a kutyák. Tudni kell azt, hogy ez az őrzővédő munkának a tanítás ez pont nem arról szól, hogy vadítva vannak, hanem arról szól, hogy nagyon kezelhető kutyák. A másik ugye itt azt mondják, hogy mert ütjük, verjük a kutyát, mert félreértésre használunk ostort, de nem ütjük meg az ostorra a kutyát. Az ostorra csattintunk, és a kutya arra támad. A kutyát bottal szoktuk, szivacsos bottal, tehát nem egy olyan bot, nem fabot terhelni, és szokott a kutya egy minimális botütést kapni ezzel a szivacsos bottal, mivel ez az FC munkavizsgálójának és versenyszabályzatának előírása, hogy ezt a kutyának bírni kell. Tehát amikor a kutya fog karon, ugye fogja a rossz ember tulajdonképpen, a segédet, aki nem rossz ember egyébként, fogja, az le akarja ugye magáról rázni a kutyát, de a kutyának kell bírni a terhelést, és ugye kell bírni 2 enyhe botütést a kutyának. Hát sajnos itt vannak emberek, akik ezt kicsit másként értékelik, vannak a kutyánál is az életperiódusnak a megfelelő gyakorlatokat, amiket kell velük végezni. És hát sajnos ez másként nem megy csak így, hogy folyamatosan. Tehát egy kutyát igazából 2 éves korra lehet tökéletesen fölépíteni, versenyezni pedig 3 éves kortól. Van itt mellettünk egy kutyus. Ő mit tud, hogy sikerült eddig betanítani és nevelni őt? Ő egy 15 hónapos kutya, ő munkavizsgára készül. Jelen pillanatban az őrzővédő alapoknál tartunk, nyomkövetésnél is az alapoknál. Hát mondjuk ő azért most per pillanat ott tart, hogy a 300 lépéses nyomot már ő meg tudja csinálni, de hát ezen azért van mit javítani, mert ugye ezt pontozzák, és azért van hiba, amit ki kell javítani. Az alap parancsszavakat mennyire volt nehéz neki betanítani, mennyire volt ő tanulékony? Hát ő ugye 2 hónapos korától végig nálam van, úgyhogy tulajdonképpen ő jutalommal folyamatosan, tehát ő 3 hónapos korára a vezényszavakat tudta, őt egy engedelmes vizsgára már el lehetne vinni, eredményesen le is tudná tenni, de hát nálam más a cél. Tehát azért én szeretném ezt, főleg egy engedelmes vizsgát azért egy közel maximum pontszámmal megcsinálni vele, és akkor hát majd tavaszra az 1-es vizsgát, és jövő nyárig a 3-os vizsgáig, és amikor majd a 3. életévét betöltötte, akkor onnantól kezdve pedig versenyezni vele. Hát ez egy nagyon hosszú, göröngyös út lesz még. Hát reméljük, hogy azért vagy majd egy olyan kutya kijön belőle, hogy legalább a középmezőnybe tudunk vele versenyezni, mert tulajdonképpen ugye ő egy küllem kutyának titulált vérvonalból van, ami egyébként nem igaz, mert német juhász az egy fajta és munkakutya, de hát ezt divatosan elnevezték küllem és munkavonalnak, de hát ez nem így van. Hát nagyon, tehát azért szeretnénk oda kerülni a magyar középmezőnybe, ami egyébként nagyon erős
Legyen így, legyen így. Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm a beszélgetést. A folytatásban különleges állatot, egy varánuszt mutatunk be. A varánuszok a nagytestű gyíkokhoz tartoznak. Az itt látható állat egy sztyeppi varánusz. Azt kell tudni a varánuszokról, hogy minden varánusz ragadozó, és főként dögevő, és mindent megesznek, ami hús, teljesen mindegy, hogy hal, vagy csirkehús, vagy rovar. Annyira kell odafigyelni náluk, hogy fogságba könnyű őket elhízalni, mert elég lusták tudnak lenni, nem kell vadászni, menniük semmi, hogy nem kell sűrűn nekik enni adni, és ha lehet, inkább rovarokat meg halfélével letessük, mert az nem zsíradékban nem olyan gazdag, és akkor így nem tudjuk elhízalni, mert sajnos rámegy a zsír a májukra, és könnyen és gyorsan elpusztulnak a jószágok, és még annyit kell tudni, hogy melegigényesek, mindig utána kell nézni, hogy hol élt az a varánusz, mert többféle varánusz lehet itthon is kapni, egy sivatagi jószág, akkor sivatagi körülményeket kell biztosítani neki, egy vizes helyen élőnek, akkor olyan vizesebb nagy vizes medencét, amiben tudjon úszkálni és bele csobbanni. Mi az, amit még esetleg igényel, ami kifejezetten szükséges a mindennapokhoz? A meleg, azt hangsúlyozom, és hát annyi, hogy legyen mászófelülete, ez faágakkal, kövekkel meg lehet oldani, és mindig azt szoktam mondani, hogy minél nagyobb hely, ha most például veszünk egy kis varánuszt, oké, mert ő is amúgy így most, ahogy mekkora, na, el se lehet képzelni, hogy ez ekkora volt, ilyen pár centis, mikor én ezt megvettem. Tényleg ilyen töpörödött törpördök szinte. És akkor ő még nőni is fog, mert most 3 éves, elég szépen gyarapodik. És mivel nagy testű, elég nagy hely kell neki, legalább egy légköbméteres terrárium, abban érzi jól magát. Milyen az élettartamuk ezeknek az állatoknak? Ez változó, olyan 15-20 évig él, van a kisebbek, mert van olyan varánusz is, ami csak ilyen 50 centisre nő, meg a tüskés farkú varánuszok, azok is olyan 10 évig, van, ami 20-30 évig eléldegél, nagyon változó, fajfüggő. Magyarországon egyébként mennyire elterjedtek ők, mennyire kedvelik esetleg otthon tartani ezeket, mint házi kedvencet, akár ugye más macskát, kutyát tarthat, van, aki pedig ilyen különleges állatot. Nekem van sok ismerősöm, aki varánusz tart. Ő, ez a sztyeppi varánusz, ez nagyon közkedvelt, mert olcsó, és tényleg nagyon olcsó meg hozzá lehet jutni. És nem nő úgy őrült nagy, mert a méteres kifejlett testhosszában nem olyan hatalmas. És az, hogy nagyon könnyen megszelidül, nagyon gyorsan megszokja, hogy macerálva van, pakolászva, tényleg el van a zöldbe, lehet vele tévét nézni, vagy tényleg arra kell odafigyelni, hogy tud kapaszkodni a karmával, és azért avval, hogyha megkapaszkodik, mert úgy érzi biztonságban magát, azért a bőrön tud elég jó kis sérüléseket okozni, hogy legalább hosszú ujjúba vagy kesztyűbe. De például most nagyon nyugis, igaz, hogy teli van a pocak, mert tegnap hallal teli ette magát, és most egyáltalán nem érzi, hogy zargatom, mert nekem is úgy szét szoktak szedni a karomat. Erre kell odafigyelni. A cukorbetegség nem csak az embereknél fordulhat elő, hanem az állatoknál is. Dr. Tálas László állatorvost kérdezem arról, hogy milyen tünetei vannak a cukorbetegségnek, illetve hogyan lehet ezt kezelni. Tulajdonképpen mi vezethet a cukorbetegséghez? Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a nézőket. A cukorbetegség 4000 éve ismert az emberiség előtt. Az egyiptomiak írták le először a betegséget. A
idegen neve diabetes mellitus, ami érdekesen egy latin, illetve egy görög szónak a párosítása, ami mézédes folyamot, átfolyás jelent, mivel a cukorbetegségnek a legfőbb tünete akár emberen, akár állatokon a vizeletben a nagymértékű cukor megjelenése, tehát édes a vizelet, illetve az átfolyamlás, hogy megnövekszik a vizelet mennyisége. Érdekességként megemlíteném, hogy a régi időkben, a humán gyógyászatban, amikor nem voltak még különféle diagnosztikai eszközök, akkor az orvosok a kezükkel belenyúltak a vizeletbe és megnyalták, illetve még egy érdekesség, hogy az indiai orvosok hangyákat tartottak ennek a diagnosztikának a céljára, és csináltak úgymond vakpróbát, hogy vizet, vizelet, és a hangyák a cukros vizelethez mentek, és így könnyítették meg a diagnózist. A cukorbetegséget a gyomor, illetve az előső vékonybél szakasztájékán lévő hasnyálmirigy által termelt inzulinnak a hiánya okozza. Azt szeretném még megemlíteni, hogy 1921-ben két kanadai emberorvos kutya hasnyálmirigyéből, tehát megszárította és így porította, és így kikísérletezték, hogy működik a rendszer, és rá egy évre egy 13 éves kisfiút oltottak be, és csökkent a vércukorszint, és a következő évben, 1923-ban ezért a találmányukért Nobel-díjat is kaptak. Érdekességként szeretném megemlíteni, hogy a humán gyógyászatban, tehát az emberi vonalon, a lakosságnak a világon kb. 3%-a valamilyen módon terhelt ebben a betegséggel, még egy külön érdekesség, hogy ez az Egyesült Államokban közel 10%. A kutyáknál kb. 1%, a populáció 1%-a szenved cukorbetegségben. Itt megfigyelhetők fajta, olyan fajták, ahol magasabb arányban jelenik meg, mint például a spániel, illetve a tacskó. A kutatások szerint, meg a gyakorlat szerint, tehát megfigyelésre került, hogy a női varóállatoknál sűrűbben előfordul. És melyik korosztály ez, amely elsősorban érintett? Illetve az 5-6 év fölötti kutyusok. A főbb tünetei hasonlóan, mint az embereknél, tehát a fokozott vízivás, fokozott vizelés, fáradékonyság, kezdetben elhízás, később lesoványodás, azon kívül szőrhullás, illetve a súlyosabb esetekben a lencsének a homálya, illetve a vakságot is okozhat. A betegség kezelhető a kutyáknál szintén inzulin, a kutyáknál a tablettás megoldás, ami embernél működik, az nem működik, tehát bőr alá szükséges az inzulint beadni. Itt olyan vékony a tű, ami egy szúnyogcsípésnek a fájdalmát okozza. Az embergyógyászati vonalon az ezzel foglalkozó emberorvosok, tehát a 40 év fölötti életkor után 3 évente javasolják, hogy vizsgáltassuk meg magunkat egy ilyen egyszerű teszttel. Mi állatorvosok a 5-6 év fölötti kutyáknál javasoljuk évente egyszer. Mivel tehát van egy ilyen nemzetközi szorzószám, hogy egy kutya életév az 7 ember évnek fel meg, de ez körülbelül akkor így passzol is. Néhány hónappal ezelőtt egy osztrák cég, egy nagyon innovatív, illetve egyedi vizsgáló eszközt fejlesztett ki, tehát továbbfejlesztve az ember gyógyászatban használt vércukorszintmérő készülékhez. A lényeg az, hogy tudományosan megállapításra került, hogy míg az embereknél a vörös vértestekben 42%-ban van a cukor és 58% a plazmában, addig a
Kutya, illetve macska esetében kb. 90%-ban van a plazmában, és csak 7-12%-ban a vörösvértestekben. És tudományos kísérletekkel, tehát annyira tudományos, hogy ISO minősítése van úgymond a kísérletnek, vagy a tudománynak. Az embergyógyászatban használt diagnosztikai eszköz akár 25-40%-kal alámér a valóságnak, és ez főképp akkor jelentős, amikor a kezdeti megbetegedés van. Tehát, mint már említettem, a betegség karbantartható napi egy injekcióval, illetve ugyanúgy, mint az embereknél, életmódváltozás, több mozgás, energiába kevesebb takarmány, inkább fehérje. Az étrendet tekintve, hogyan kerülhetjük el azt, hogy cukorbetegség alakuljon ki, és utána ugye, ahogy említetted most, hogy életmódváltásra van szükség, milyen arányokat alkalmazhatunk a táplálkozás során? A kutya húsevő állat, tehát nagyon nagy a fehérje igénye. Tehát a lényeg az, hogy fehérjét adjunk az állatkáinknak, tehát ezzel tudjuk. Illetve nagyon fontos a mozgás. Tehát ugyanúgy, mint emberi vonatkozásban is, tehát a mozgáshoz szintén, illetve amit etetünk takarmányt, az csak annyit etessünk, amit a gyár ajánl. Tehát, hogy a kutya ne hízzon el. És akkor szeretném megmutatni, hogy hogyan működik ez a... Nagyon egyszerűen van egy ilyen szerkezet, ami, próbálom úgy mutatni, tehát egy kicsi tűvel megszúrjuk a kutyust, így, minimális sérülés a kutyusnak, és 5 másodperc alatt, így visszaszámol, mutatja az értéket, ami jelen esetben normális. Az értékeket még határozzuk meg, hogy a túlig meddig normális a vércukorszint az állatoknál. Ugye, mint az embereknél is ugyanaz az értékérvényes? Hasonló, tehát kutyáknál 4,4-6,6. A szakma szerint, tehát hogyha tartósan, az még nagyon fontos erről beszélni, hogyha tartósan 7,6 millimol fölött van az érték, akkor beszélünk cukorbetegségről. Cukorbetegségről ugyanúgy, mint az állatoknál, ugyanúgy, mint az embereknél, az állatoknál is fontos, hogy több mérést végezzünk, illetve étkezés előtt végezzük el ezt a mérést, mert befolyásolja. És ha egy 14 napos átlagot néhány vizsgálat után, akkor tudjuk megmondani korrektül. Tehát egy vizsgálat alapján nem lehet komoly diagnózist felállítani. Még néhány szót szeretnék a macskák cukorbetegségéről. Szintén körülbelül ilyen 1%-os arány. Itt kevésbé van a macskák cukorbetegséget diagnosztizálva, mert tehát egyrészt tehát nincs annyira szem előtt a állatka, tehát nem tudja a tulajdonos, hogy mennyit vizel egyebek, illetve hogyha nagyon beteg, akkor elvándorol és nem jön elő. Érdekességként mondanám, hogy tehát a macska, hogyha elhozzák az állatorvoshoz, tehát olyan stressz hatás éri, és felmegy a vércukorszintje, tehát ott a tudomány, illetve a szakma ajánlása szerint jó az állattartási helyén, tehát a tulajdonos lakásába, udvarába elvégezni a tesztet, mert hamis eredményt kapunk. Köszönöm az információkat! Nagyon szívesen! A nézőknek is köszönöm a figyelmet, friss összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk, addig is műsorunkat a www.bajitelevizio.hu oldalon nézhetik vissza, az észrevételéket a műsorral kapcsolatosan pedig a kedvenceink világa@bajitelevizio.hu e-mail címre jelezhetik. További kellemes időtöltést, viszontlátásra!